Bonyhádon immár 26. alkalommal tartották meg augusztus 25-én a Roma Hagyományőrző Napot. A rendezvényen különböző tánccsoportok léptek fel, hogy megmutassák hagyományőrző táncaikat. A program keretén belül tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazott gyerekeket a Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Volt a Roma Önkormányzatnak egy pályázati kiírása, a pályázati kiírásnak megfeleltek a gyermekek. Most pontosan nem tudom, hogy hány gyermek, de közel 30 gyermek nyertes pályázata lett igazából elbírálva, és ez úgy zajlik, hogy ilyenkor ezen a napon ünnepélyes oklevelet adunk át számukra, amivel holnapi nap folyamán a Városi Önkormányzatnak a pénztárába lehetőség lesz a kategóriának megfelelő pénzkifizetésben. Hatalmas segítséget kapnak, hogy ezt a napot minden évben meg tudják rendezni. Nagyon fontos elmondanom, hogy a Roma Önkormányzatnak a költségvetésének igazából a több mint a felét képezi ez a rendezvényünknek a fenntartása, illetve megvalósítása, és ehhez nagyon nagy segítséget kapunk a várostól, ugyanis a város az minden évben 1.390.000 forinttal támogatja a Roma Önkormányzatot, ami nyilván nagy segítség nekünk, és ezzel is tudunk gazdálkodni, úgyhogy nélkülük igazából azt gondolom, hogy ez nem valósulhatna meg, és azt gondolom, hogy bátran ki lehet jelenteni, hogy ahogy a németek, székelyek, ugye a romák is helyet kapnak a városba, és ezáltal itt vagyunk mi is, és városi rendezvényt tudunk biztosítani az itt élőknek. Brandt Róbert számolt be arról, hogy a roma közélet érdekében milyen jövőbeni tervek valósulhatnak meg. Kifejezetten a roma hagyományokat kívánják őrizni, a roma kultúrát ápolni, és ez a célja egyébként a CIKÖSZ-nek országosan is, és az országos roma önkormányzatnak is, azon kívül, hogy néha azért belekényszerülnek a roma önkormányzatok, és így az országos roma önkormányzat is abban, hogy szociális feladatokba próbálnak segíteni, segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogyha munkát tudunk adni az embereknek, amit becsülettel tisztességesen elvégeznek, azért tisztességes bérjár. Elsődleges és fontos szempont, hogy mindenki egyaránt tisztában legyen és ismerje meg a roma kultúrát. A társadalom felé ezt mindenképp szeretnénk vetíteni, de amit én személy szerint nagyon, nagyon fontosnak tartok, hogy a romaságban, a hazai cigányságnak a fiataljai, a fiatal generáció ismerje meg a saját kultúránkat, a saját hagyományainkat és őrizzék, ápolják, hiszen egy gyönyörű kultúra. Nyelvet tanulják a nyelvet, és ezt bátran használják is bárhol. A táncainkat, a zenéinket, nagyon híres festőink vannak, költőink vannak. Én azt gondolom, hogy ezt őrizni kell, ápolni kell, és a fiatal generációnknak ezt át kell vegye. Nekünk meg ez a feladatunk, hogy átadjuk.